Sziasztok és üdvözlök mindenkit, én Krisztián és ebben a videóban ki fogjuk nyitni az Elite 3 ért kapott hétvégi csomagokat tulajdonképpen. Így igaz, Elite 3-ban végeztem, meg is kapjuk gyorsan a rivardokat, ami nem más lesz, mint egy Premium Team of the Week pack, kettő darab Premium Gold Players pack és 50 ezer zseton, és akkor ugorjunk is a csomagokhoz, lássuk az első Premium Gold Players pack-et, hát nem volt kaut, kis csillanás, amerikai, hát ez gyönyörű. Harvard gyerekek, 81-es rétingű. Remélem, hogy nem egész hétvégén szoptunk. Ezért még van egy Bradley, de hát ezek sajnos még a SBC-be sem használhatók már. Maximum, hogyha valaki a csovinkósat össze akarja tenni, a jól tudom, hogy őt hozzá az kell. Lássuk a második csomagot. Kis csillanás megint, hát ez Luis Gustavo lesz. Így igaz, 83-as értékelésű. KVK, lássuk még ki van Martins Adriano, hát talán SBC-be valamelyiket el lehet használni, de lássuk az utolsó csomagot, ami egy Premium Team of the Week pack lesz, három darab garantált informat kapunk ugye a hét csapatából, remélem egy pokba jól, hát nem, gyerek, ez ismételten egy nagy rakás szar, Reed. Hát ez gratulálok gyerekek, 84-es értékelésű CB, az összes többi 84 alatti lesz. Így igaz, 81 és 81-es rétingű játékosok. Lássuk, hogy mennyibe mennek. Reed 35 ezer zseton. Hát ez igen. Gratulálok igazából. Egész hétvégén emiatt szoptunk. De semmi probléma, még a kettő másik játékos Megnéz hát hogyha valami van, de hát 11 ezeret adnak megérte licitbe. Hát ez semmiképpen sem éri meg eladni sem, inkább SBC-be fel kell használni, valamint szerintem ezt a másikat is, így van, 17 ezer az, 15 ezer azonnaliban már van, hát ez nagyon szar, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki igazából megnézte ezt a videót, hogyha tetszett nektek és szeretnétek még ilyesmi videót, mindenképpen jelezzetek egy like-al, én Krisztián voltam, sziasztok!